Még nagyon izgalmas videó lesz, hiszen most olyan képeket fogok nektek megmutatni ebben a videóban, amik nagyon kínosak. Az összes olyan képet összeválogattam, amin valamiért kellemetlen, és hát a ja, vicces is, Úgyhogy remélem, hogy sokat fogtok nevetni ebben a videóban, és lehet, hogy kettő rész is lesz belőle. Úgyhogy ne felejtsétek el majd megnézni a második részt is, ne kezdjük el. Na ez az első kép, hát itt azt gondolná az ember, hogy milyen cuki kis kutya, de nézzétek a szememet, hát már a szemem se állt Hát itt még nagyon kis, hát harapós voltam, szerettem megrágcsálni a gazdit. Hát ja, itt láthatjátok is, hogy ezt hogyan szoktam csinálni. Igen, ez volt a napi program, és a gazdi mindig feljajdult. Hogy á, kutyatámadás, igen. Kref egy nagyon veszélyes kutyatámadás volt. Hát nézzétek meg, ez egy kicsit kínos, de itt nagyon mosolyogtam. Hát itt még teljesen kék volt a szemem. Bár, hogyha tovább nézem ezen a képen, inkább nagyon cuki vagyok. Na, és ez is egy kicsit káremetlen, de amikor kicsi voltam, az volt a legjobb elfoglaltságom hogy ilyen fadarabokat gyűjtöttem össze, és ezt rákcsáltam. Ez egy ajtó amit elvettem. És ez is egy kicsit kínos, mert én ezt ágynak használtam, amikor erre kellett volna pisíni, meg kakíni. Természetesen erre sosem pisítem, hanem mindig a parkettára. De most már megtanultam, és azóta nagyon jól tudom. Hát amikor kicsi voltam, én begyűjtöttem mindenhonnét ilyen fodarabokat, a sétáknál is, és nem akartam visszaadni a gazdinak, ezt szoktam csinálni. És attól féltek mindig, hogy én ezt lenyelem, megeszem, és valami bajom lesz. Hát jó, ja, ez a kép megint káremetlen, mert itt akkora hasam van, éppen ebéd után volt, és én nagyon sokat ettem. És azt mondták, hogy ezt le kéne mozogni. Hát jó... Ja így pedig alvás közben fotóztak le engem. Milyen dolog egy kutyát alvás közben lefotozni, és utána még fel is tölteni az internetre, itt a személyiség jogokat megzavarják, hát igen. De hát ja, ez még durvább, hát azóta most már sokkal hosszabb a nyelvem, mert itt még ennyi kicsi kutya voltam, hát azóta már nagyon-nagyon hosszú, és az összes jutalomfalatot be tudja termelni, igen, ezen a képen itt egy kicsit rossz voltam, mert széjjel az ágyamat. Amikor ilyen nagyon kicsi voltam, akkor szobakedelbe aludtam, azért, hogy ne szedjek szét mindent a lakásban, de hát megoldottam a helyemen, és amikor kiszabadultam onnét, akkor szétszedtem, amit találtam. Ilyen például a WC papír, hogy a fürdőbe a két abból elég sokat kellettek venni a gazdéknak, mert minden nap szétszedtem a megyet, elég Ilyen kis rossz kutya voltam, amikor kicsi voltam, de azóta már nagyon okos lettem. Azért, mert a gazdi minden fontos dologra megtanított engem, hogy mit szabad és mit nem szabad, az ágyon meg a kanapén feküdni szabad, azt mondták. Viszont az ágyal nem szabad, és itt épp azt csináltam, és itt éppen lecsesztek, hogy ezt nem illik csinálni, és itt nagyon mosolyogtam, és megbántam a dolgot, és utána hát a többet nem csináltam, mert ez tényleg nem volt szép tőlem, aztán itt a mamánál beraktak ebbe a kis hintába, ami egy kicsit kínos szerintem. Ebbe a gyerekeket szokták berakni, és én nem gyerek vagyok, de mégis betettek, ezt nem hiszem el. Ja, hát mindegy, megmutatom, ez pedig egy szelfi. Azt gondoltad mi, hogy a kutyák nem tudnak száfit készíteni? Hát, de tudnak, és még nem is akár miet szerintem ezzel megnyerni mindent elég jól sikerült. Ja, ugye ez nem olyan kínos kép, de hát ki, hogy gondolja? De de ez. Itt még kicsi voltam, és én itt nagyon elhittem, hogy egy igazi házőrző vagyok, aztán még csak egy kiló se voltam itt azt gondoltam magamról, hogy én egy nagy kutya vagyok, és majd itt meg fogom védeni az erkét. Aztán utána elfáradtam, és így kiterültem. Hát itt úgy nézek ki, mint egy ilyen palacsinta. Igen, akkor még nagyon fotós voltam. Hát ilyen ja, most már kicsit változott a színem. Te azért most is fotós vagyok, még. Itt még nagyon imádtam ezeket a köteles játékokat, hát ez megint egy kicsit kínos, de itt éppen ásítás közben futózott le a gazdi. Hát itt szerintem még tél volt, mert a karácsonyi takaró van fent, amit nagyon szeretek, mert nagyon jó puha, és én itt nagyon sokat aludtam. Na hát igen, itt éppen cumiztam a játékkal, rákcsáltam ennek a csőrét, és eléggé vicces képját, hát jaj, még kicsi voltam, még a fogam is elég érdekesen néz ki, de hát ez van. Hát nem tudom, mennyire örültök, hogy ilyen sok képet hoztam nektek, remélem igen. Na hát ez szilveszter készült, és itt megint megmutattam nektek, hogy milyen hosszú a nyelvem. És hát igen, szerintem ezt megnyerném, milyen világrakódot tudnék ezzel dönteni, de nincsenek ilyen terveim. Na, és itt éppen egy várneszbe voltunk, és ki akartak küldeni engem pisíni, viszont nagyon rossz idő volt, esett az eső, és nem akartam kimenni, úgyhogy ezért feküdtem ilyen furcsán. Na, ez a kép pedig itt azt hittem, hogy nagyon szépen nézek, de hát inkább viccesen sikerült szerintem. Amit mit gondoltok róla, szerintetek vicces lett ez a kép? Na hát, ugye, azért itt még elég sok vicces kép van. Például ez is itt. Hát itt nagyon mosolyogtam, de hogy mind, azt már nem tudom sajnos. Hát ja, ilyenből sok van, mert én nagyon szeretem mosolyogni. Én egy elég vidám kutya vagyok, képzeljétek el. És itt még megvolt az a kék szőnyeg, Hát sajnos ezt a kék szűnyeget is én tettem tönkre, mert annyira összekoszoltam, hogy már kénytelen volt a gazdi egy újat venni, hát igen, elég sok kiadás volt, amikor kicsi voltam, de hát, ja utána nagyon okos kutya lettem. Ez a kép pedig szerintem ez lett életem legmenőbb képe, mert itt a számba vettem egy csontit, és úgy nézett ki, mintha pipáznék vele, és azóta a gazdig úgy hívják ezt a csontit, hogy pipa. Hát ezen a képen nem tudom, hogy itt mi történt, de elég viccesen sikerült, és arra gondoltam, hogy így lassan a videó végéhez közeledve, ezt is feltöltöm nektek, és megmutatom, a szemem egy kicsit furcsán rajta meg, hát ja, de hát, hogy valamint mókáztam, aztán itt pedig elaludtam, és itt éppen ebéd után volt, és itt egy jót aludtam fent a kanapén fávult, rakva az ágyam, és ez nagyon jó volt ha már a fülem teljesen ki van fordulva. Hát itt pedig úgy néztem ki, mint egy kis malac, ha bár viselkedésbe is néha úgy viselkedett, mint egy kis malac, de ez van, szerintem ez a kép elég vicces lett. Ja, hogy vannak ilyen képeim, na ez. Itt azt gondolnád, hogy ilyen agresszív kutya vagyok, pedig nem, csak a barátom el a venni a játékot, én pedig határozottan megmutattam neki, hogy ez a játék az enyém, és hogy ne vegy el. Ezen a képen nyár volt, és itt aludtam ilyen kényelmesen a békás játékommal. Ezt a békás játékot nagyon szerettem, ha bár mostanában már egy kicsit elhanyagoltam sajnos, de nézzétek meg, hogy akkor mindig ezzel aludtam, és mindenhova cipeltem magammal de még most is megvan. Azóta is ilyen jó állapotban van, ezt nem szedtem szét. Ezen a képen elég veszélyesnek nézek ki. Szerintem, hogyha ezt kitenné valaki ezt a fotót, akkor biztos, hogy nem merne bejönni hozzá senki, mert én itt azért megmutattam a fogam fehérjét, itt pedig már aludtam egyet. Ezen a kanapén nagyon szeretek aludni, mindig itt szoktam, és a párnára fölrakom a fejemet, Teljesen beleolvadok, itt pedig, hát ja, erre a képre nem tudok mit mondani, ez így sikerült, de szerintem elég vittes lett. És már nincs sok kép hát, szóval talán még egy, mindjárt megmutatom, igen. itt pedig megmutattam, hogy milyen hosszú tacsó vagyok, úgy nézek ki, mint egy gőzös vonat, igen, tényleg gőzös vonat vagyok ám, jaja, Ebben a részben ennyi képet gyűjtöttem össze, de ne felejtsétek el, hogy lesz egy második rész is, úgyhogy ha nem szeretnél lemaradni, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, like iratkozz fel a csatornára, és ha van kedved, akkor oszd meg ezt a videót, hogy más is jót tudjon nevetni ezeken a képeken, mert szerintem elég viccesen sikerültek. És hát ja, volt itt minden, kommentelj, hogy melyik volt a kedvenc képed és mindenképp el fogom olvasni, na legyen szép napot, cső!